A laki fegyverismeret, önvédelem, megkezdődött a járási önkéntes területvédelmi század kiképzése. Üzenetet hoztak több mint 400 fiatalnak, bűnmegelőzési táncjátékot és tanácsadást szervezett a rendőrség. Autót kapott a körzeti megbízott, a jármű zsanán könnyíti majd meg a feladat ellátást. Mézes kalács és forralt bor, az iskola udvaron találkoztak a pirtóiak advent alkalmából. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai élőhír összefoglalóját látják. Alakizás, fegyverismeret, önvédelmi fogások, egészségügyi oktatás. Megkezdődött a járási önkéntes területvédelmi tartalékos század kiképzése Kiskunhalason. A résztvevő tanárok, diákok láthatóan nagy kedvel vetették bele magukat az új feladatokba. Raj, jelz! Melyik lábat zárjuk, utolsó ember? Jelentem a balt. Oké, tehát erre figyeljünk oda. Értettem. Elkezdődött a közelmúltban megalakult Kiskunhalasi önkéntes területvédelmi tartalékos század kiképzése. A Dékáni Árpád szakgimnáziumi szakközépiskola közel 70 tanára diákja kezdte meg a foglalkozásokat. Kiskunhalasi járási századnak december 8-án pénteken megkezdődött a kiképzése. A kiképzést úgy kezdtük, hogy Táborfalván felvették a felszerelésüket, gyakorlatilag beültöztetésre kerültek, és a beültöztetéssel párhuzamosan megkezdtük az elméleti foglalkozásokat, meg a kiképzés megkezdéséhez szükséges munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi oktatások történtek meg. 9-én és 10-én megkezdődtek a gyakorlati foglalkozások. Természetesen egy rövid elméleti alapozást követően csináljuk a gyakorlati foglalkozásokat. A Halasi Szakgimnázium rendészet és diákjai szívesen vállalták ezt az újfajta szolgálatot, mondja Vezdán Csaba tanár. Mi diákjaink 2017. augusztusában volt a Dunapatajon egy ilyen megyei polgári napon, ahol találkoztunk először Alezedes úrral, aki elmondta, hogy milyen új lehetőségek lennének ebbe a honvédségi tartalékos rendszerbe. Utána tartottunk egy osztályfőnöki óra keretében tájékoztatót, és elég sokan, majdnem 65 diákon kérdezte azt, hogy szeretne ebbe a rendszerbe részt venni, és a legvége pedig az lett, hogy most már itt állunk és kiképzésen vagyunk. A mi gyerekeink ugye rendszeri szakon tanulnak, eleve ennek a táptanulása nekik nagy lehetőséget ad pontokban, mint pedig tapasztalatban, mint pedig abban, hogy beszámoljuk a nyári gyakorlatban, így nem kell nekik még pluszba elmenni dolgozni, mert ezért a kiképzésért pénzt is kapnak. Bújjunk el egészen a háta mögé, hogy ne tudjon belefejelni az arcunkba. A területvédelmisek többek között önvédelmi képzést is kaptak sok más mellett a kétnapos kiképzés során. Csorba Vivientől arra voltunk kíváncsiak, hogy őt mi motiválta abban, hogy vállalja a szolgálatot. Leginkább a családom, mert nálunk nagyon sok ember rendőr, vagy katona, vagy valami hasonló. És hát nekem eddig sok jó élményem volt itt, és eddig nagyon tetszik. Akkor nézzük most ezt a legutóbbi önvédelmi foglalkozást. Itt mit tudtatok megtanulni, mit tudtatok elsajátítani? Hát az, hogyha el akarják tőlünk venni a fegyvert, akkor azt hogy tudjuk elhárítani. Milyen foglalkozások voltak még? Volt még egészségügyi, fegyverszétszerelés, meg alaki. Négy helyszínen folyamatos volt a kiképzés. Volt, ahol egészségügyi ismereteket sajátíthattak el. Pataki Alex azt mondja, sok hasznos dolgot hallott és tanult. Igazából ugye a rendőr szeretnék lenni. Tavaly jöttem ebbe az iskolába, közszolgálati ügyintéző szakmára, és ebbe az évben jött ez a lehetőség, hogy lehet jelentkezni területi tartalékos honvédnak. Eddig nagyon tetszik, érdekes, sok újdonság van. Például most voltunk a fegyver összeszerelés, szétösszeszerelés, ez érdekes volt. A tartalékosok oktatása jövőre is folytatódik majd. Aki pedig kedvet kap a katonai pályához, annak lehetősége van szerződéses, illetve hivatásos szolgálatra is. Új jármű segíti a munkát. Ma délután Kiskunhalas főterén adta át Zsana polgármestere annak a Dacia-nak a kulcsát, melyet a tervek szerint a településen használ majd a körzeti megbízott a mindennapi munka során. Az autó elnyerte az ünnepség résztvevőinek tetszését, és mint mondták, a kocsi reményeik szerint nagyban megkönnyíti majd a feladatok ellátását. A zsanai önkormányzat támogatja a helyi rendőrség munkáját, és ennek jeleként ezt kaptuk az autót az önkormányzattól.
hogyan segíti ez majd a mindennapokban a munkát, milyen célt szolgál majd a jármű? A jármű alapvetően a rendőrség napi tevékenységét szolgálja, a közleti szolgálatban fog alapvetően részt venni, aminek a legfőbb célja az, hogy egy elérhető, mindenki számára érzékelhető rendőri jelét legyen kint a településen. Üzenet a biztonságért rendhagyó táncprodukciót hozott el Kiskunhalasra az ORFK, valamint a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság. A szolnoki New Step tánc stúdió táncosai léptek fel a Filmszínház színpadán, emellett bűnmegelőzési szakemberek mondták el a legfontosabb tudnivalókat a fiataloknak. A New Step tagjai aktív versenyzők, komoly sport előélettel rendelkeznek. Hírnevüket egy országos televízió csatorna tehetségkutató műsorával alapozták meg, ahol hétről hétre jól szerepelve egészen a döntőig meneteltek. Egy éve járják az országot, Kiskunhalas a 13. helyszín, ahol bemutatják produkcióikat. Egy videóról indult el ez egész, onnan kaptuk a nevünket, és az üzenet, a videónak a címe az volt, hogy egy üzenet, amiben azt akartuk kifejezni, hogy tulajdonképpen amit itt láttunk, a balesetes tánc, ez van egy videó formában, és megpróbáltunk közvetíteni, és lejött. Tehát olyan visszajelzések jöttek, mint fiatalok, mint kommentekben, majd megkeresett bennünket az ORFK, hogy ez egy nagyon jó megközelítés, talán a tánc, a videó, ez a mai világ, ugye a mai fiatalokat talán jobban megfogja, jobban megköti, mint egy szóban elhangzott anyag. És innen indult el az egész, elkezdtünk ötletelni, fölmentünk többször Budapest az ORFK OBB irodahelyába, és akkor ők mondták, hogy miben gondolkoznak, mondtuk, hogy nekünk mi van, mi az, amit meg tudunk valósítani, és így alakult ki ez a 6 üzenettáncot tartalmazó műsor, amit most lehetett látni. A két előadáson több mint 400 gyerekhez jutottak el az üzenetek, máshogyan, mint eddig megszokott volt. Egy kicsit újítottunk, azt gondolom, hogy a 21. század kívánsai újszerű megoldásokat igényelnek. Ezt a produkciót a Országos Rendőrfőkapitányság finanszírozta részben, részben pedig a Kiskunhalasi Önkormányzat. Ez egy összefogásnak az eredménye. Azt gondolom, hogy remek példája annak, hogyan tudunk mi együttműködni. A fiatalok tánc produkcióik során olyan bűnmegelőzési témákkal foglalkoztak, mint a családon belüli erőszak, a megoldásokról pedig szakemberek adtak tanácsot. Egyetlen dolgot kell figyelni, hogyha valakinek nagyon erősen megváltozik a viselkedése. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy egy barátunk, aki eddig jókedvű volt, hirtelen és huzamosabb időre, hetekig, hónapokig nagyon szomorú lesz. Vagy látjuk rajta, hogy nagyon aggódik valamiért, de nem mondja, hogy miért. Ha látjuk rajta, hogy nagyon-nagyon ingerlékeny lesz, nem is értjük, ő nem ilyen volt. Akkor lehet azt gyanítani, hogy valami baj van. Szó volt a drogok veszélyeiről is. A szakember arra kérte a gyerekeket, legyenek bizalmatlanok. Ne fogadjunk el senkitől, idegentől italt, amit leraktunk poharat, és elmentünk táncolni, abba már ne igyunk bele. Felszoktak szólani baján a fiataljaim, hogy végre van egy vagány gyerek, aki meghív minket inni, akkor ne fogadjak el tőle italt. Menjetek együtt oda a pulthoz, és együtt kérjetek ki az italt. Szerintem, mert sokkal jobban fogtok járni. A láthatóság fontosságáról is beszéltek a szakemberek. Ezek egyszerű kis szilikonos, pár száz forintos eszközök. Ha én gyalog megyek haza, ezt így ide teszem, nem kell vele törődni, nem veszi el a kezemet, szatyrot tudok mellette fogni, viszont előről hátulról kitűnően látható vagyok. Én úgy gondolom, hogy ennyit mindenképpen megér az életünk, mert sajnos nem szabad elfelejteni, hogy az autósok ugye teljesen másképp látják a világot, mint mi. Amikor gyalog vagyunk, például ha gondoljatok bele, hogy ti milyen jól láttok engem, én viszont itt az első soron kívül senkit nem látok. Ennek az az oka, hogy mindig ahhoz alkalmazkodik a szemünk, ami meg van világítva. Az autósnak ahhoz a kis fénykörhöz, amit a fényszórója megvilágít. Azon kívül a sötétségben semmit nem lát. Készültek a mézes kalács házak és az ízletes forralt borok. Adventi családi napot rendeztek Pirtón. A település iskolájának udvarán és az intézmény tantermeiben különböző érdekességek várták a jelenlévőket. Tejártó, borzasztóan megvadulok. Finomságokból és remek hangulatból sem volt hiány Pirtón, ahol a település apraját nagyját várták egy adventi délutánra. Tavaly tulajdonképpen hagyományt teremtett a település és vállalkozásfejlesztő egyesület. A cél, a szándék az volt, hogy jöjjünk, összeérezzük jól magunkat, mutassuk meg a település értékeit, iskolánkat, érezzék jól magukat az emberek. Most a Vöröskereszt is csatlakozott ehhez az eseményhez, benne van az iskola, az óvoda, a vállalkozásfejlesztő egyesület.
rajzpályázatot hirdettünk, vézes kalácsütő versenyt, és a borfőzőnek indult ez tavaly, de ez most már csak egy része az eseménynek. Azt gondolom, hogy az egész éves stressz, az egész éves rohanás után kellenek egy ilyen lazább események, amikor kicsit meghittebb, családiasabb, békésebb, barátságosabb hangot ütünk meg egymással. Arról, hogy milyen is az igazán jó forralt bor, megoszlik az emberek véleménye. Mindenki a maga módszerére, receptjére esküszik. Ez igazából mi fahéjat rakunk bele, meg a többit, az igazából családi recept, tehát az nem nagyon mondjuk el, mert ezt még az ők nagyanyám mutatta meg, hogy hogy kell, meg ő tanította be, és akkor ezt őt őrizi igazából. Visszajelzések eddig hogy ízlik az embereknek? Nagyon jó, eddig nagyon jó. A nagy hidegben mindenkinek jól esett a forró tea és a forralt bor. Voltak, akik valamennyi csapat ízletes nedűjét végig kóstolták. Ízleni ízlik, jó kis vörösbor, tehát ízesítve van. Hát most ugye az ízesítésnek sokféle változata van, ki hogy. Hát éppen mesétem a Szabi barátomnak, hogy valamikor ugye ízesítettük szegfűszeg, bors, erős paprika, egyebek. Na most, hogyha jó erős paprikával meg van fűszerezve, egyebek és abból beásít a betyár, a parasz gyerek, 3 napig igen csak, hogy mellé nyúlkál a kilincsnek. Lefekszem én is, adjon Isten jó éjszakát! Amíg az udvaron a felnőttek forralt bort kóstolgattak, addig az iskola épületében a gyermekek adventi jeleneteket, dalokat adtak elő. A Vöröskereszt helyi szervezete pedig kézműveskedésre és véradással kapcsolatos plakátok rajzolására várta az érdeklődőket. A gyerekeket vártuk kreatív dolgokkal, lehet rajzolni, festeni, sőt a Vöröskeresztnek van most egy ilyen fölhívása a gyerekek, és akár a felnőttek fel is, hogy most majd december 20-án lesz véradás itt Pirton, és úgy gondoltuk, hogy a gyerekek rajzoljanak plakátot, amivel majd a véradásra csábíthatjuk a véradókat, az adakozókat, és reméljük, hogy lesz rá nagy igény. A jó hangulatú programra egészen késő estig várták a falu lakosságát. Ma van december 13-a, vagyis Luca napja. Ehhez a naphoz több néphagyomány is kötődik. Ilyenkor kell például elvetni a Luca búzát, amely karácsonyra kell ki. A halasi Bóbita óvodában már évek óta kiemelt hangsúlyt helyeznek a néphagyományokra, így a mai napról sem feledkeztek meg. A nagycsoportosok műsorral készültek, és minden gyerek elvetette a saját Luca búzáját. Ez a nap a lucázásról szól, az óvodánkban minden évben megemlékezünk erről a régi népszokásról, és fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék ezt a hagyományt, és hogy kicsit át tudjunk belőle adni nekik, és talán majd ők tovább tudják adni ezt majd később, és talán így az a népszokás ápoláshoz talán kicsit hozzásegítünk ezzel. A búzát nagyon fontos, hogy minden csoport ültet, sőt haza is viszik a családjuknak ajándékba, és mindig elmondjuk a gyerekek, hogy régen miért ültettek búzát, miért tartották az emberek fontosnak, és ők is izgatottan várják, hogy mekkora lesz a búza, és hogy milyen gazdag lesz a következő év. Védik a hazait. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal közreműködésével kiemelt figyelmet fordít a hazai üzletekben piacokon árusított mézek minőség ellenőrzésére. Ehhez a Magyar Méhészeti Nemzeti Program által biztosított támogatási lehetőségeket is igénybe veszik. Az ágazat egyik legfontosabb feladatanként azt jelölte ki, hogy tudatosítani kell a hazai méz előnyösebb tulajdonságait a külföldről vagy az Európai Unión kívülről érkezettekhez képest. A magyar méz kiváló minőségű és zamatos, ugyanakkor ez a Kínából származó mézekre vagy annak keverékeire már nem minden esetben igaz, áll a kormány.hu-n közzétett közleményben. Jön az év utolsó képviselő testületi ülése. Csütörtökön, vagyis holnap lesz a tanácskozás. Először zárt ülést tartanak, amelyen a városi sportdíjakról döntenek. 14 óra után kezdődik a nyílt ülés, várhatóan 16 napi rendel. Többek között szó lesz a Csalogány utcai gyalogos átjáróról, a Kertész utcai úttársulat megalakításáról, a jövő évi közfoglalkoztatási programokról, és most kerül napi rendre a hulladékgazdálkodási beszámoló is. A tanácskozást a Halas Televízió és a halasmedia.hu ezúttal is élőben közvetíti majd.
December 20-án, vagyis jövő szerdán délelőtt zárva lesz a kiskunhalasi Szilágyi Áron utcai kormányablak. Technikai okok miatt reggel 8 órától délig szünetel majd az ügyfélfogadás. Akinek feltétlenül ebben az időpontban kellene ügyet intéznie, az a Tompai, a Jánoshalmi, illetve a kiskunmajsai kormány ablakokat keresheti fel. 20-án 12 órától már Halason is ismét a megszokott ügyfélfogadási rendben dolgoznak. Hamarosan az adóhivatali ügyeket is a kormányablaknál lehet intézni. Erről a változásról a jövő héten számolunk be részletesebben. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Alaki, fegyverismeret, önvédelem, megkezdődött a járási önkéntes területvédelmi század kiképzése. Üzenetet hoztak több mint 400 fiatalnak, bűnmegelőzési táncjátékot és tanácsadást szervezett a rendőrség. Autót kapott a körzeti megbízott, a jármű zsanán könnyíti majd meg a feladat ellátást. Mézes kalács és forralt bor, az iskola udvaron találkoztak a pirtóiak advent alkalmából. Kedves nézőink, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján, jön az időjárási előrejelzés, majd a napi mozaik rovatunkban az Üzenet Táncszínház műsorát láthatják. 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk róla magazin, ennek vendége Juhász György igazgató, a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának éléről. Közel egy esztendeje vezeti ezt az intézményt, akkor költséghatékony gazdálkodást és fejlesztéseket ígért, most megnézzük, mi minden valósul meg mindebből. Hamarosan tehát ezzel folytatjuk fél órában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!